Üdvözöllek benneteket ezen a felvételen. Egy aktuális szerelmi jóslás, ahol feltesszük a három fontos kérdést, mi az ő gondolata, hogyan érzi magát és mit fog tenni. A fő téma itt van középen, és jelenti a bizalmat. Bíz abban, hogy ő közeledik hozzád, bíz a jövőben, persze magadban is. Először megnézzük az ő gondolatait. Itt a gólyák jelentik a változásokat. Valami megváltozik az ő gondolataiban, terveiben. Itt a horgony jelentheti a biztonság érzetét, hogy megvan nála most a bizalom, tudja, hogy lesz változás, és egy stabil párkapcsolat. A horgony az jelentheti a munkát, a hivatást is, és itt is lehetnek most nála változások. Az ő érzelmi világa. Ott, ahol az egerek megjelennek, felfalnak valamit, és akkor az már nincs ott. Itt lehet veszteség, hogy elveszíti a munkáját, vagy fél attól, hogy elveszít téged. Itt a felhő azt jelenti, hogy valami számára még átláthatatlan. Ebben az esetben segítenek az egerek ezt a szituációt eltávolítani. Mit fog tenni? Itt a ház jelentheti a te otthonodat, és akkor itt lesz egy látogatás, hozzád fog jönni. Persze a ház lehet az ő otthona is, és szeretné azt, ha te látogatnád meg őt. Itt a madarak jelentenek egy új kezdetet, a könnyűséget és a kommunikációt, beszélni akar veled erről a házról, vagy a te otthonodról, családodról, vagy az ő otthonáról, vagy az ő családjáról, de ez a ház lehet egy közös otthon tervezése is. És ez volt az aktuális szerelmi jóslás. Amennyiben tetszett a videó, örülnék annak, ha lájkolnád, vagy jelentkeznél a csatornámra. Köszönöm szépen! És én kívánok egy szép napot, nagyon sok szeretettel, Denderám!